Szeptemberre és januárra is jutnak fontos változtatások a Vaszari János általános iskolában. Az iskola szervezeti felépítésében történt újdonságokkal kapcsolatban az intézmény vezetője kiemelte, ezek a dolgok a tanítás megszokott rendjére ugyan nem lesznek hatással, de jelentősek. Mi nagyon nagy örömmel érkeztünk ide szeptember 1-ére a tanévnyitóra, láttuk a gyerekek is, bár biztosan nagyon élvezték a nyarat, de azért itt már örültek, hogy osztálytársakkal, barátokkal találkoztak. Az idei tanév még hagyományosan kezdődik, de január 1-től változások lesznek, mivel a működtetés átkerül egy fennhatóság alá, a fenntartás és a működtetést a Klebersberg intézmény fenntartó központ fogja végezni. Szeptember 1-től újra a Tardosi iskola tagintézményünké vált, úgyhogy így most már nagyon-nagyon sok diákkal, közel 1050 diákkal kezdjük ezt a tanévet, ugye a Jászmin utcai általános iskolával és a Tardosi általános iskolával együtt, és 94 pedagógus fogja végezni a nevelő-oktató munkát. Az ünnepségen több jó hírt is megosztottak a gyerekekkel és szüleikkel, ezekről a polgármester számolt be. Mindenkinek azt kívánom, hogy ez az idei esztendő, ez az új tanév, ez hozzon az életébe sok-sok örömet, és abban a bölcsességben való növekedést, amit az élet megkíván mindegyikünktől egyenként. És ehhez egy kis ajándékkal igyekeztem hozzájárulni. A Vaszari iskola egyébként az idén több ajándékot is fog kapni, mert hogy a tetőt is megjavítjuk. Sajnos az engedélyezési és egyéb eljárások elhúzódása miatt csak most szeptemberben, úgyhogy kicsi felfordulás lesz még szeptemberben itt az iskola udvaron, de aztán annál biztonságosabb lesz az iskola. És ahhoz, hogy ezt jó kedvel viseljék el, egy játékot ajándékozott a város a Vaszari iskolának, egy 500 000 forint értékű Lego robot rendszert, amivel azt reméljük, hogy a tatai gyerekek is, a vaszari diákok is becsatlakozhatnak abba a sorba, amely sorban most már a megyénkben kiváló ilyen robotépítő csapatok jöttek létre, alakultak, és most már világversenyre is eljutottak, úgyhogy azt remélem, hogy kicsit utánuk futva a tatai gyerekek is ebbe a rendbe beállva a következő időszakokban nagy-nagy élményben lesz nekik részük, és a városnak pedig sok örömet szereznek azokkal a munkákkal, amit a robottechnológia elsajátításában a LEGO segítségével elvégeznek.